Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét, város üzemeltetéssel, város működéssel kapcsolatos kérdések kerülnek mai adásunk középpontjába. Stúdiónk vendége Bozai István, városgondnok. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Mozgalmas időszakot tudhat maga mögött, és maga előtt is a városgondnokság, hiszen azt gondolom, hogy a feladatok adottak bőven itt az elmúlt hetekben, napokban is a kollégáknak. Így van, hát az idei év az különösen mozgalmas és nehézre sikeredett, tehát az idei tavasz az egész áprilisig csapadékmentes volt, ez nagyon megsínylették a növények, fák öntözése, fák gondozása, nagyon nehéz volt április végéig, majd utána májusban viszont egyszerre kaptuk meg az előző 4-5 hónapnak az elmaradt csapadékát. Ez azt jelenti, hogy egész májusban esett az eső, rengeteg napot ki kellett hagynunk a városnak, a parkjainak a gondozásából, és hát egy nagyon intenzív növekedés indult el, mint ahogy mondja a közmondás is, a májusi eső aranyat ér, ez a fehérvári zöld területnek azért ez nagyon az intenzív növekedését indított el. Ez egyrészt egyébként nagyon jó, mert gyönyörűek a parkjaink. Én azt gondolom, hogy nagyon szép üdezöldé váltak a fehérvári zöld területek, de a másik oldalról viszont rengeteg plusz munkát okozott nekünk. Egyrészt a sok kihagyott esőnapnak a pótlása, másrészt pedig az intenzív növekedés miatti sokkal erősebb fűnyírást kellett bevezetnünk. Szerencsére én úgy láttam, éppen a héten mentünk végig a parkfenntartási vezető kollégával a területeken, hogy sikerült utolérni magunkat, tehát a kollégáknak kb. Egy hónap alatt azért a városi fűnyírásban szépen tudtuk érni, a lakótelepeken, közterületeken szépen be tudtuk hozni az elmaradt fűnyírásokat. Azért még a múlt hét is elég esős volt, gondolom, hogy akkor ez is ilyen más ütemezést igényel a munkák sok részére. Szerencsére most már nincsenek tartós esők, tehát arra fel vagyunk készülve, a kollégák felkészültek, tehát ők hajnaltól délutánig kint vannak a közterületen, föl vannak készülve arra, hogy egyszer csak elkezd esni az eső, akkor nem szaladunk azonnal haza, nincsen cukorból senki a városgondnokságon, de az egész napos tartós eső, ami nekünk nagyon komolyan visszaveti a munkánkat, akkor nem lehet dolgozni. Egy zápor, azt túléljük, mindenki vagy behúzódik, vagy a szolgálati gépjárművekbe vonulnak vissza a kollégák, ezeket meg tudjuk oldani. Hát kivéve a szombat esti nagyon nagy csapadék, tehát az viszont az már nem a parkfenntartás, hanem a belvízrendező kollégáknak okozott elég jelentős többletfeladatot, amikor fél óra alatt 50 mm csapadék esett le Székesfehérváron. Ez olyan extrém mennyiségű csapadék, amit egyszerűen nincs, erre nem lehet méretezni csapadékelvezetőt, se újat, se régit. Nagyon jól látszott, és az egész város gyakorlatilag egyszerre telt meg. Fél óra alatt föltelt, majd egy órán belül elszivárgott mindenhonnan a víz. Tehát működik a fehérvári csapadékelvezető rendszer. De ez az intenzív csapadék rengeteg szennyeződés szemetet vízbe ilyenkor a hálózatba, amit utána hetekig takarítanak a kollégák, most éppen ez folyik. Akkor jelenleg is ezt a feladatot végzik. Ez így van. Ezen túlmenően azért számos más egyéb feladatot is el kell látniuk ebben az időszakban is. Így van, tehát egyrészt elkezdődött az intenzív rendezvényszezon, az a városunk gyakorlatilag tavasztól késő őszig tele van rendezvénnyel, és adventtel bezárólag még több rendezvényt tudunk tartani, több mint 260 rendezvény napja van a városnak. Ezekre napokra egyrészt a rendezvénytechnikával, a rendezvénytechnikás kollégáknak kell készülni, másrészt hát miután az ünnepnapokra azért otthon is jobban kicsinosítjuk a lakásunkat, meg a kertünket, ugyanez van a közterületen is, tehát amikor van egy nagyszabású rendezvény, sok vendéget várunk, akkor azért a köztisztaság, a parkfenntartásnak is sokkal-sokkal megnövekedő feladatuk van. Innen fogjuk folytatni, de hát ahogy azt a köztér nézői megszokhatták, ez egy interaktív műsor, és most is megkérdeztük a fehérváriakat, hogy mire lennének kíváncsiak a városgondnoksággal kapcsolatban, illetve milyen kérdéseik lennének, úgyhogy nézzük meg azt, hogy milyen kérdések érkeztek önhöz, aztán majd innen folytatjuk. Rendben. A Murvás parkolóval kapcsolatban, hogy az beépítik egy újabb plázával, úgy tudom, hogy az jó ötlete. Megéle a két pláza itt egymás mellett? Nem jobb lenne, ha inkább ott csinálnának, vagy hagynák parkolónak? Miért van ilyen kevés szelektív hulladékgyűjtő? A városi piac nyitvatartása miért nem kedvező a vevők számára? De hát miért nem lehet meghosszabbítani a nyitvatartást, mint mondjuk a nagyobb vásárlóközpontoknak, hogy esetleg kitolni a nyitvatartást
a délután, késő délutáni vagy esti órákba, hogy aki 4 és 5 óra után végez, ő is be tudjon vásárolni. Hogy lehetne megoldani, hogy több zöld terület legyen Fehérváron? Nos, hát ilyen jellegű kérdések érkeztek önhöz. Hát a legelső kérdésem Urvás parkoló. Ez egy magánterület. Tehát ezt egy magántulajdonos megvette az önkormányzattól, szerencsére nagyon sok pénzért, tehát az én azt gondolom, hogy az egy jó döntése volt a városnak, hogy nagyon sok pénzért eladta, abból nagyon sok fejlesztést meg tudott a város valósítani, abból a rengeteg pénzből, amit a Urvás parkolóért kapott. Természetesen azért vette meg sok pénzért egy kereskedő lánc, hogy oda a plázát építsen, hogy bővítse a meglévő ingatlant. Én úgy tudom, és az eddigi információk azt mutatják, hogy ebbe a következő években bele is fognak fogni. Előző évtizedig, majdnem egy évtizede már ez csak üresen állt. Parkolónak ez nem alkalmas. Tehát aki látja, aki használja ezt parkolónak, ez egy gödör, a gödörben meg megáll a víz, mert minden gödörben megáll a víz. Egyébként a múlt héten kiszivattyúztuk belőle, de ez nem működőképes. És hát nem, tehát egy magántulajdonos sok milliárdért nem azért vesz meg egy területet, hogy oda ingyenesen a parkolót biztosítson. Tehát ez egy magántulajdon, ott az ő tulajdona azon belül, amit a helyi építési szabályzat megenged neki, fejleszteni fogja ezt a területet. A piac egyébként egy kicsit kapcsolódik a Urvás parkoló és a piac kérdése egymáshoz. A pláza átépítése, tehát a plázával és a piac, ez egy társasházi jogviszonyban élünk egymással, tehát gyakorlatilag ott szomszédok vagyunk a plázával, a piac területén. Fölmerült ennek a piacnak az átépítése, áthelyezése a másik épület részre, ennek egyébként jelenleg folynak a tárgyalások, folynak ennek a tervezési munkái, utána fogunk tudni erről egyébként beszámolni. Elsősorban egyébként a tulajdonos, tehát a pláza új tulajdonosának a terveiről, vagy az ő ötleteiről, hogy mit szeretne, és hogy szeretne, és utána fog tudni erről dönteni majd a közgyűlés. Ez egyébként szorosan összefügg a nyitvatartással is. Mi nagyon régóta folyamatosan küzdünk. Volt egy majdnem fél éves próbaidőszak, amikor megpróbáltuk délutánra kitolni ennek a jelenlegi piacnak a nyitvatartását. A kereskedők nagyon nagy ellenállása, tehát ők nagyon nem akartak délután, nem akarták a nyitvatartást kitolni, mi ráérő szakoltuk, és mondtuk, hogy fél évre meg kell tudnunk oldani, nézzük meg, hogy mennyiben nő a forgalom. Sajnos azt mutatta, és ezután gyakorlatilag ezt vissza kellett vonni ezt a megtól, vagy kibővített nyitvatartást, mert nem jöttek sajnos a vevők. Én azt gondolom, hogy a piacnak a vásárcsarnokká való átépítése után lehetne újra elkezdeni ezt a nyitvatartás bővítést. Engem is bosszant. Tehát ott van egy nagyon értékes, nagyon jó árukat kínáló piacunk, amit a vásárlók nagyon nagy része, főleg akinél mondjuk a pénz van, mert dolgozik napközben, az csak szombat délután tudja, vagy szombat délelőtt tudja elérni a piacot. Én szerintem ez nagyon nem jó. Tehát például én csak szombat délelőtt tudnék a piacon, vagy tudok a piacon vásárolni, mert egyébként mindenkor máskor, amikor a piac nyitva van, és ott van a sok igen, szép mert termék, talán nem életszerű, hogy az ember hajnalba oda tud menni, főleg meg utána kevéssé. Mit csinálunk? Tehát igen, meg utána megyek, megveszem a friss zöldséget, és haza nem tudom vinni, mert jönni kéne igen. Dolgozni, hanem akkor az autóban marad, az estére már nem lesz friss zöldség, tehát szerintem pont az a délutáni igen komoly vevőréteg, akik most elmennek tényleg a multi vásárlóközpontokba, és ott hagyják a pénzüket, ők az ő hasznukból nem részesül a piac. Voltak kereskedők egyébként, akik nyitottak voltak erre, de ők voltak kisebbségben, tehát ezért egy jó fél éves próba üzem után erről vissza kellett állnunk a mostani délután 3 óráig, de ez igazából egy olyan délig, egy óráig terjedő igazi nyitvatartást jelent, tehát jelenleg klasszikus piaci nyitvatartásként működünk, tehát a délel, akkor a reggeltől a déli órákig tudjuk nyitva tartani. No, aztán a másik érdekes kérdés, ez a szelektív hulladékgyűjtő, hogy miért ennyi van. Ez ugye nem a városgondoksághoz tartozik, de talán egy kicsit mutatja azt, hogy mégis minden, ami a várossal kapcsolatos kérdés, az valahol az emberek fejébe a városgondokságnál landol. Tehát egyrészt egyébként ez jó, mert én azt gondolom, hogy jól kommunikál a városgondokság, mert minden, ami a városban fölmerül probléma, első kérdés az biztos a városgondokság dolga lenne. Ez egyrészt egyébként jó, mert én azt gondolom, hogy tényleg eljutunk a lakókhoz, eljutnak a lakók panaszai hozzánk elég könnyen. Mindenkinek először a városgondokság jut eszébe, mint megoldás. Másrészt viszont nem jó, mert az összes problémát ránk
kenik, vagy a városgondnokságra hárítják, és ezért a MÁV által le nem kaszált füvet is azt mondják, hogy a városgondnokságnak kellett volna megcsinálnia, és így egyébként ez a szelektív szigeteket, ezt a Depónia Kft. Üzemelteti, ahol kicsit most lekontárkodva a másik cégnek a működésébe, de nekem is van információm róla, jelenleg egy nagyon komoly fejlesztést fog végrehajtani a Depónia, nagyon sok új, én úgy tudom, hogy 1000 fős, vagy 1000 darabos új szelektív kukát fog kihelyezni Székesfehérváron, tehát én azt gondolom, hogy ezen egy nagyon komoly fejlesztés előtt állnak, jelenleg egy nagy Európai Uniós fejlesztésük van, én ennél többet nem mondanék erre, mert ezt majd a kollega majd kifejti tényleg részletesen, de mint hír, én azt gondolom, hogy ez mindenképpen fontos a fehérváriaknak, hogy az eddig is szerintem egyébként országosan egy nagyon jó színvonalon működő szelektív hulladékgyűjtés tovább fog javulni Székesfehérváron. Aztán volt egy érdekes kérdés, bár persze mindig lehet minden még zöldebb, még virágosabb, hogy lehetne még több zöld terület Fehérváron. Én azt gondolom, hogy ez erre a Fehérvár tüdeje program az egy nagyon jó program. Tehát azért, aki reálisan nézi a Székesfehérvárnak a területeit, a Székesfehérvár adottságát, az látja, hogy azért a végletekig nem tudjuk növelni a zöld területet. Egyrészt a föld alatt rengeteg a közművekre nem tehetünk növényeket, mert károsítják egymást, tehát a fának sem jó, hogyha belenő egy csapadékcsatornába, és a csapadékcsatornát meg tönkre teszi. A gázvezetékektől megfelelő védőtávolság, a villanyvezetéktől megfelelő védőtávolság, akár lefele, akár felfele. Tehát a városon belül nagyon-nagyon korlátozottan. És erre csak egy számot mondanék, hogy miért fontos a Fehérvár tüdeje, és miért ez a megoldás a zöld terület növelésére. Fehérváron most jelenleg belterületen 80 ezer fa van. Ez egyébként egy nem kicsi szám, tehát azért ezt beleszámolunk, akkor majdnem annyi fa van, mint ahány ember él Székesfehérváron. De azért ennek a belterületi bővítése azért az nagyon-nagyon korlátokba ütközik, mint ahogy mondtam, a közművek, illetve a rendelkezésre álló hely korlátjaiba. Viszont a külső területeken, amiket bővíteni tudunk, most jelenleg egy néhány hektáron végzett faültetést a Vadex, éppen a héten voltunk kint megnézni, gyönyörűek lettek, pár év alatt nagyon-nagyon szép növekedést mutattak a fák. 54 ezer fát ültettek el arra néhány hektárra. Tehát innen látjuk, hogy az a mostani Fehérvár tüdeje programol 100 hektárt szeretne a város zöldövezetté, erdősítéssel, rétre, tehát egy klasszikus zöldfejlesztésbe behozni, az mennyi rengeteg fát fog majd eredményezni, és én azt gondolom, hogy ez a megoldás. Tehát nem az a környezetvédelem, hogy a házunk mellett álló ecetfa, ami egyébként lehet, ami értéktelen és veszélyes is, mert kidőlhet, ennek a kivágása ellen tiltakozunk és oda láncoljuk magunkat, hanem az a környezetvédelem, hogyha megteremtjük azokat az élőhelyeket, azokat a környezeti területeket Fehérvár körül, ahol nagy mennyiségben tényleg hasznos és tényleg értékes fákat lehet ültetni. Egyébként ebben nagyon-nagyon jó a Vadex-szel az együttműködés. Én azt gondolom, hogy ez egy tényleg a következő évtizedek legjelentősebb. Tehát főleg az utódainknak, gyerekeinknek, unokáink életét tekintve a legjelentősebb fejlesztés szerintem ez lesz Székesfehérváron, amikor tényleg több tízezer fát fogunk ültetni Fehérvár köré, és ez egyes számítások szerint 2-3 fokkal is csökkentheti, és pont a lakótelepeknek egyébként, mert épp azt néztük ott a Palotaváros mögött, hogy pont a Palotaváros, Tóváros, Szedreskerti lakónegyed rengeteg emberének pont ezekbe a lakótelepekbe fog legelőször gyakorlatilag beáramlani az a friss és jóval hűvösebb levegő, ami jelenleg most a rétről megy be, tehát az erdősítés nagyon fontos lesz a város szélére. És ez már a klímastratégiával is nyilván szoros összefüggésben van, akkor mondhatjuk ezt. Így van, tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az erdősítés, a faültetés, és de oda kell ültetni, ahol erre hely van, ahol ez a fának is jó. Tehát a fa nem, nagyon kevés az a fafajta, aki szeret velünk együtt élni itt ebbe a tényleg meleg, tényleg rengeteg autóval, tényleg rengeteg emberrel terhelt területen. Kellenek árnyékot adó fák, minden parkolóban, 4 parkolónként ültetünk egy fát, tehát kellenek bent a belterületi faültetések is, de igazából komoly klímát befolyásoló erdősítéseket, faültetéseket a város szélén tudunk megcsinálni. Azért kicsiben az is fontos, hogy egy kicsit legyen egy ilyen közösségi szemléletformálás, legyenek különböző akciók, akár például ugye a Virágos Fehérvár program, de hogyha csak egy kisebb példát mondok, ugye a Panelkert szépségverseny program, ezek mind-mind én azt gondolom, hogy hosszú távon azért hozhatnak eredményt.
Így van, tehát ez az elmúlt 10 évben egy nagyon jó program indult el ezzel a pályázattal, akár most, én azt gondolom, egy nagyon jó kezdeményezés volt ez a panel kert szépségverseny, a Facebookon és közösségi felületeken nagyon jó nézettséget, like számot, hogyha legyünk trendik, like számot tudott elérni. Tehát nagyon fontos, hogy azért ez nem egy a nagy városgondnok sem, a nagy önkormányzat majd megoldja nekünk a problémánkat. A klímastratégia nem ilyen, és ebbe szemléletformálás kell mindenkinek. Tehát aki szebbé akarja tenni a háza körül a területet, annak mi adunk növényt. Aki, és egyébként utána pedig versenyezzenek egymással, és még több növényt adunk, aki még szebbé teszi. Én ebben tényleg hiszek, hogy akár a kis óvodás kiskertes verseny. Tehát azok a gyerekek, akik ott megcsinálták azokat a kis közterületi kiskerteket, amit utána 2 hétig bárki megnézhetett, ő egész máshogy fog majd fiatal gyerekként, akár fiatal felnőttként a fehérvári közterületekre tekinteni, és lehet, hogy rá fog szólni a barátjára, amikor egy kisfát bántana, vagy egy kukát fel akarna rugni, hogy ne csináld ezt, mert ez nem azért van itt, mert hogy én annak idején ez az ő kis lelkébe talán egy kis magot be tudunk tenni ezzel, hogy vigyázzunk a környezetünkre. Rengeteg pénzt költünk sajnos a rongálások, a károkozások miatt az zöld területeknek a helyrehozására. Ez annyira jó lenne, hogyha erre már nem kéne szemét. A szemét például. Tehát elvileg, ha nem szemetelnénk, akkor egyetlen utcaseprő nem kéne Székesfehérváron. Senki. Most jelenleg 100 milliós nagyságrendbe költünk Fehérvár közterületeinek a takarítására, de a szemét az nem olyan, mint a levél. Tehát amíg a fű az nő, a levél lehullik, azokat tényleg le kell nyírni, összekeszedni. A szemetet azt mi termeljük, és dobjuk el a csoki papírt, szemetet, és hordjuk ki az erdőbe illegális hulladékot, amit utána sokkal-sokkal drágább oda kimennünk, összeszedni, elvinni, mintha valaki rögtön, amikor már úgyis elindult vele, akkor miért nem lehet kimenni és letenni a csalán a lerakóba. Tehát ez egy tényleg olyan szemléletformálás, én nagyon bízom, egyre többen jönnek erre a pályázatra, az óvodák, minden óvoda mindig indul rajta, erre a virágos pályázatunkra is 200, sőt, azt hiszem 130 pályázóval indultunk, most 2000 fölött van már több a pályázó napon szám. Majdnem egy héten bregyó. Keresztül már egész komoly logisztikát kellett felépítenünk hozzá, hogy a 2000 pályázó megkaphassa a virágot, hogy ne kelljen sorba állnia, tehát komoly programot fejlesztettünk, tehát egy internet alapú programon lehet jelentkezni, visszaigazolni, mert annyira sokan jönnek, és én ennek nagyon örülök, mert ez gyakorlatilag 2000 szép ingatlant jelent. Vagy családi házat, vagy iskolát, vagy óvodát, vagy valami intézményt, mert ez de 2000 közösséget, akik Fehérvár közterületeire akarnak tenni, ez nagy segítség azért nekünk. Talán ezt is elismeri, ezt a munkát, az a nemzetközi zsűri által végiglátogatott program, aminek majd egyszer csak megtudjuk az eredményét. Mi volt a visszajelzés, hiszen ön azért folyamatosan találkozott ezzel a két delegáltal, zsűritaggal? Úgy látom, hogy nagyon tetszettünk nekik. Nehéz lesz a döntésük, az biztos. Tehát velünk ebbe a kategóriába másik 4 nagyon gazdag város versenyez. Tehát Székesfehérvár, azt gondoljuk, hogy Magyarországon egy gazdag város. Most akikkel versenyzünk, az Kanadai, Egyesült Királyság és Egyesült Államokbeli városok. Többszörös pénz áll rendelkezésükre, egyébként talán még klímában, meg még egy kicsit, Angliában azért könnyebb szép füvet csinálni, mint Székesfehérváron. De ettől függetlenül egyébként ezt a mozgalmat, tehát a virágos Fehérvár mozgalmát, az óvodás kerteket, a nagyon sok civil szervezetet bemutattuk nekik, ez nagyon tetszett nekik, tehát azt gondolom, hogy ebbe biztos, hogy jobbak tudunk lenni, mint most legyünk kicsit elfogultak, mint a gazdag nyugati város, ahol egyébként elvárják, hogy itt minden csináljanak meg nekünk, és nem hajlandó semmit sem hozzátenni. Ez nagyon tetszett nekik. Nagyon tetszett nekik, hogy nem csak Budapestből áll Magyarország. Tehát egyébként mindegyikük volt már Budapesten, az egyiknek a felesége az magyar származású, az egyik zsűritagnak, tehát mind a ketten tudtak Magyarországról, tudták, hol vagyunk, voltak is már Budapesten, de el se tudták képzelni, hogy egyébként Budapestről 60 kilométerre ilyen szép és lelkes és jól gondozott városok vannak, történelemmel, Borivárral,
sóstó tanösvénnyel benne a város közepén. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon, és ezen, tehát leginkább én azt láttam rajtuk, főleg az utolsó, amikor úgy egy ilyen kis kiértékelő vacsora volt, hogy ők egyrészt ezt a társadalmi mozgósítást tetszett nekik nagyon, hogy tényleg ez egy ilyen összetartó város, illetve azt tetszett nekik, hogy tényleg nem csak Budapest, tehát nem csak Budapest van és a Mátyás templom ebből áll Magyarország, hanem vannak nagyon szép értékeink itt vidéken, és hát azért szerintem itt fehérváriként azért nagyon nem hívjuk magunkat vidékinek. A nemzettörténelmi fővárosában. Igen, inkább mi vagyunk a főváros, és hát főleg szemléletben biztos, hogy egy sokkal-sokkal jobban állunk azért a dolgokhoz itt Fehérváron. Említettük a véleményeket, akkor hát meg is kérdeztük az embereket arról, a fehérváriakat, hogy hogyan vélekednek a városgondnokságról. Nézzük most ezt az összeállítást, aztán innen folytatjuk. Nekem teljesen megfelel. Gyönyörű, virágos, rendezett, csak jobban meg kéne becsülni az egészet. Úgyhogy nekünk úgy különösebben nincs gondunk. A parkolás itt egy kicsit körülményes, mert ugye elég messze vannak a parkolók, ezt hiányolják az emberek, hogy cipekedni kell, de hát talán ennyi belefér, ennyi áldozat. Úgyhogy szerintem teljesen jó. Örülünk, büszkék vagyunk Fehérvárra, visszük mindenfel ezt a szép, virágos várost, úgyhogy meg vagyunk elégedve. Nyírják a füvet mindenhol, amennyire csak lehet, tisztán tartják. A közlekedés az elég jó. Várpalotán lakom, és nagyon jók a csatlakozások. A kórháznál voltam most például, és egészen jó a csatlakozás. Többet takarítsanak. És főleg ilyen hétvége utáni üvegcserép összeszedés, kukakiburítás és ilyen problémákat kéne megoldani, ez katasztrofális időnként. A járda az, ami bizonyos helyeken, ahol, tehát nincs is felfestve, azt a biciklisek mennek mind a messzes. Hát az nem tudom, hogy kire tartozik, de nem is lehetne felfesteni, mert olyan keskeny a járda, azt mégis ott az embernek ugrabugrálni kell, hogy el ne üssék biciklibe, mert hát az is lehet veszélyes. Egy parkolót lehet nyitni valahol, mert hát tele van kocsival mindenütt. Most is alig tudtunk parkolni valahol. A köztársaság úton is az autósok, ha mennek, akkor egy hirtelen rosszul létnél a mentő nem tud beállni, úgyhogy ilyenek. Jobban meg kellene fizetni a dolgozóikat, szerintem, mert nagyon sokat dolgoznak. Nagyon. És nincsenek megfizetve. Én ahogy láttam őket. És ugye egy napig nincs szemetelve a város, akkor igencsak koszos. Úgyhogy egy nap kimarad, úgy különösebben nem, de ahogy a dolgozók nincsenek megfizetve, az biztos. Én külföldön élek, és amit feltűnik, hogy itt WC kevés van, és ezért sokan megállnak valahol, és ezt nem tartom jónak. Lehet, hogy spórol az ember ezen a téren valamit, de a városnak nem tesz jót. Különben Székesfehérvár nekem nagyon tetszik. Én több mint 50 éve mentem el innen, és nagyon tetszik. És örülök, hogy ilyen szép lett a város. Nos, hát nagyon sokszínű véleményt hallottunk itt, például pont azt mondták, hogy milyen szép virágos a város. Így van. Egyébként ezt tapasztaljuk, tehát aki, mint várpalotai hölgynek teljesen jó volt a közlekedés, őt azt mondja, hogy milyen jó a közlekedés, itt a fehérváriak meg azt mondják, hogy borzalom, itt aztán nem lehet busszal közlekedni, nem lehet autóval közlekedni, gyalog sem, meg bici, semmi, illetve az úr külföldről, hogy azért szép a város. Tehát én is azt gondolom, hogy egy kicsit messziről jövünk, akkor mindig sokkal máshogy, más szemüveggel nézzük. Úgy a sajátunkra mindig úgy jobban csak a hibákat vesszük észre. Nagyon sok mindenben abszolút egyetértek, amiket hallottunk. A szemetelés, az előbb pont erről beszélgettünk, szinte akkor itt megelőzve a szemetelés. Igen, tehát nekünk vasárnap reggel van egy úgynevezett diszkójárat, ami most már tudjuk, hogy ezt ami idősebb korosztályunk hívta diszkónak, ami most már nincsen, ezt tudjuk, de pont a szórakozó helyek környékén van egy külön takarító járat, akik csak azért jönnek be, hogy gyakorlatilag az oda és visszavezető útvonalakat, a környéküket rendbe rakja. De hát ez, mint mondtam, nem terem, mint a levél, meg mint a fű, tehát ezt ott valakik eldobálják, és azért szemetes, ami szemetes, mert egyébként nagyon sok kollega is nagyon lelkiismeretesen dolgozik.
Gondolom ez a nagy rendezvényeknél is így van. Természetesen a rendezvényeknél is, tehát egy lecsófesztivál után azért az utat összetakarítani úgy, hogy reggel 4 óra 30-kor azt hiszem el tudjon indulni rajta a busz, azért az nem kis kihívás. Tehát ott akkor aprajan adja mindenki a Városgondnokságon, ezért dolgozik, hogy tényleg szép rendezett legyen. És akár most egy kicsit magunkért lobbizva, vagy hát főleg a kollégákért lobbizva, igen, fizessük meg jobban a kollégákat. Szerencsére most már 5 éve folyamatosan tudunk egy stabil béremelést biztosítani a kollégáknak. 5 év alatt 50%-kal tudtuk a reálbérüket megemelni. Biztos, hogy kevés, tehát ennél sokkal-sokkal többet is lehetne keresni. Most is nagyon sok kollega megy el azért, mert máshol jobban fizető állást talál. De az is biztos, hogy azért ezt nem lehet egyik napról a másikra, tehát a városnak is azért mi egy költségsora vagyunk. Tehát amíg egyik oldalról ez egy bevétel a családban, meg a dolgozóinknak, a városnak viszont egy költség az, hogy mennyiért tudjuk a várost üzemeltetni. Úgyhogy dolgozunk érte, szerencsére polgármester úr nagyon nyitott, tehát ezen a bértárgyalásokon, béremelés tárgyalásokon mindig mellénk áll, tehát egy stabil, folyamatos, állandó béremelést fogunk tudni a jövőben is biztosítani, de biztos, hogy nem tudjuk egyik évről a másikra meg háromszorozni a béreket, hogy ausztriai takarító béreket el tudjuk érni. Szerintem egy stabil, biztosan növekvő bért azért tudunk a kollégáknak biztosítani, és tényleg nagyon komoly munkát végeznek, nagyon-nagyon nehéz nekik az elismerésüket azért biztosítani. Fejlesztésekről most még kevés szót ejtettünk, de mondjuk például a Médiacentrum másik felületein már olvashattunk akár az uszodának a fejlesztéséről is, ami egy nagy volumen dolog lesz. Így van, hát ez egy nagy szívügyünk, az uszoda fejlesztése. Egyrészt egy nagyon népszerű létesítménye az uszoda, és hát látjuk a strand, a városnak. Nagyon jól látszik, hogy a strandnak a tavaly előttig lecsökkenő forgalma szinte egyik napról a másikra állt teljesen vissza a 90-es években megszokott 1000-2000 fő közötti strandoló létszámokra. Tehát megcsináltuk ezt a fejlesztést, én azt gondolom, hogy jól sikerült, tényleg nem is egy elrugaszkodott költségvetés, mert egy a 7-800 millió forintos költségvetéssel, tehát nem sok 10 milliárdos élményfürdőt építettünk, és mégis egy azt gondolom, hogy egy nagyon jól, most tegnap néztem egyébként pont meg a strandot, egy nagyon hétköznap délután volt, kora délután délfele voltam ott, 1000 fő körül voltak már bent akkor is a strandon, jól érezték magukat, jó, tényleg egy abszolút jó, biztonságos strandot tudunk biztosítani, és hát az uszoda fejlesztése ezért ennél egy nagyobb volumen lesz. Az uszoda is 89-ben lett átadva, sőt lehet, hogy 88 végén, tehát és akkor is gyakorlatilag egy majdnem 5 éves építési ciklus alatt sikerült megépítenie még a 80-as években. Téglajeggyel lehetett nagy nehezen befejezni, évekig állt üresen az acélszerkezet, tehát egy nagyon nehezen befejezett. Ez egyébként meg is látszik a technikai megoldásokon, a 80-as években tervezett és akkor elindított beruházást a 80-as évek végére, tehát ennyire hosszan nem lehet elhúzni egy beruházást, már akkor sem. És ott meg pláne a 80-as években rengeteg minden változott már meg az építőanyagba, beszerezhető technológiákba. Tehát hiába költünk nagyon sokat az uszoda fenntartására, uszoda karbantartására, azért az elmúlt közel 30 év azért nagyon-nagyon rányomta a bélyegét. És hát kicsi is. Tehát gyakorlatilag a sátorra lefedett strandmedence, meg még régebbi, tehát az 82-ben lett felújítva. Nagyon-nagyon indokolt most már, hogy egy új, nagy méretű tammedencével bővítsük, amit rendes csarnokkal fedjük le, és hát ezt a 30 éves épületet pedig gyakorlatilag teljesen fel kell újítani, nyilászárók cseréje, gépészetét felújítani, világítását. Tehát egy nagyon-nagyon komoly. Összességében az egész, mind a bővítés, mint a felújítást azért olyan 5-6 milliárdra becsüljük, tehát egy nagy volumenű felújítás lesz. Ha minden igaz, a vízilabda szövetségnek a TAU-ja lassan összeáll, tehát lassan összejön, meg tudja kötni a szerződést a tervezőkkel, el tud indulni a tervezés, tehát szerintem jövő tavaszra már kész engedélyes terveket fogunk tudni látni, akár bemutatni a város lakóknak, és hát utána kezdődik a lobby tevékenysége a városvezetésnek, hogy gyakorlatilag erre ezt az 5-6-7 milliárd forintot TAU-s fejlesztésből, vagy közvetlen állami támogatásból egyáltalán hogyan, miként lehetne előteremteni. Ilyen volumen
Jemenbe biztos, hogy valamilyen állami segítséget kell rá igénybe venni. Itt nagy kérdés, hogy milyen lobby erőnk lesz. Én úgy látom, hogy azért az elmúlt években nagyon komoly állami fejlesztések jöttek. Székesfehérvárra bízom benne, hogy azért ez a folyamat nem szakad meg, tehát a következő időszakban is azért erre tud majd a városvezetés forrást találni. És akkor addig gondolom megmegy a sakkozás a különböző vízfelületek elosztása és egyéb dolgok között, hiszen amikor beindul a szeptember, akkor számos fehérvári kisgyerek jár oda mondjuk úszás órára. Így van, szerencsére azért ez már egy 30 éves folyamat, gyakorlatilag minden fehérvári iskolás második és hatodik osztályban, vagy második és ötödik, azt hiszem most változtattak, második és ötödik osztályban jár úszni, tehát gyakorlatilag egy alapúszás tudással jön ki minden gyerek fehérvári iskolából, azért ez nagyon fontos. Az egyik úszó oktatóval, még én régebben az úszodában dolgoztam, akkor beszélgettünk, hogy ő egyébként úszóedző is volt, de ő neki a legnagyobb elismerés az, hogy látja, hogy a gyerekek megtanultak úszni, megtanulnak, biztonságban tudnak. Egy kisgyerekről mesélt, aki beleesett az apukája mellett a hajóról a vízbe, és szépen kiúszott, nem volt semmi probléma. Tehát ez az igazán nagy dolog, amikor a gyerekek megtanulnak biztonságosan úszni. Ez fontos, illetve hát még visszatérnék arra, hogy ugye mindennel a városgondnokságot találják meg. Működik is egy hiba bejelentő, amire elég gyorsan tudnak reagálni, legalábbis még a közösségi oldalakon is általában pozitív hangvételt kapnak arra, hogy írtak a városgondnokságnak a hiba bejelentő felületére, és akkor visszajelzés van. Ez is egy fejlesztés eredménye? Így van, egyrészt ez egy fejlesztés, és egy jó fél éves próbaüzem után én azt gondolom, hogy most arra elmondhatjuk, hogy jól is működik ez a rendszer. Ez egy teljesen automatizált hiba bejelentő felület. A lakó a Városgondnokság honlapján egy elég könnyen kezelhető felületen nevét, címét és nagyon fontos e-mail címét megadja. Ezáltal egyrészt, hogyha bármi kérdésünk még van, fel tudjuk venni a kapcsolatot a lakóval, másrészt pedig minden fázisáról a javításnak visszajelzést kap. Tehát egy automatikus visszajelzést kap arról is, hogyha nem a Városgondnokság feladata. Egyébként sok ilyen van, sok bejelentést kapunk nem a Városgondnoksághoz tartozó témába. Ilyenkor kap egy visszajelzést a lakó, hogy ne várja a megoldást, mert mi nem tudjuk megoldani, nem tudjuk kicserélni a tűzcsapot, arra a fehér vízhez kell fordulnia például. Tehát kap egy automatikus visszajelzést, ha nem a miénk, de ha miénk a probléma, akkor pedig a szakfelelőstől kap vissza egy pontos határidővel ellátott visszaigazolást, hogy igen, vettük a hibákat, és mondjuk 30 napon belül meg fogjuk javítani a kátyúzást, vagy bármilyen. Egyébként nagyon sok köbe, azt éppen a héten néztem meg, közel 1000 hiba bejelentést kaptunk ebbe a fél éves próba üzemben, tehát azért nagy számú bejelentést kapunk szerencsére a lakóktól, amire, mint ahogy mondom, egy automatizált, és utána pedig egyébként, amikor elkészül, arról is megint kap egy visszaigazolást, tehát egy interaktív kommunikációt folytatunk ezzel a városlakóval, nem egy egyszerű e-mail, amire vagy válaszolunk, vagy nem, vagy elveszik, vagy nem, Excel táblába írtuk régebben, azt nagyon nehéz volt áttekinteni, ez innentől automatikusan teljesen lejárt határidői munkák látszanak. Én ránéztem, láttam, hogy van 70-80 lejárt határidői munka, kértem a pontosításukat, javításukat ezeknek a munkáknak, vagy beszámol, hogy melyikkel mi a probléma, miért nem tudjuk megoldani. Úgyhogy szinte automatikusan mi is látjuk a bejelentett hibáknak a megoldását. Azért ez nagyon sokat könnyített. És én egyébként tényleg ezt gondolom, tehát szerintem azért találnak meg minket többet a lakók, mert egy tényleg elég jó kommunikációs felületeket sikerült kialakítani. Én köszönöm szépen, hogy itt egy kicsit most egy interaktív fogadórát tarthattunk a tévében is, és itt is lehetőséget adtunk, hogy kérdést tehessenek fel önnek. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a meghívást. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezik itt a Fehérvár Televízió. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!